Szénnel, ceruzával és festékkel készített művek is láthatók a Ceglédi Galériában. A fiatal alkotók műhelyének növendékei gyönyörű színes alkotásokat mutatnak be a közönségnek. Rajzás, rajzolás, rajztanoda. Így indultunk valamikor nagyon-nagyon régen. Az még nekem a Bagolyvár volt, mert az a műtermem egyébként. Ott tanítottam 17 évet, és abból nőtte ki magát a fiatal alkotók műhelye tulajdonképpen. Tehát igazából 4 rajzás ugyanezen a helyszínen volt már. Ezek mindig a tanítványainknak a beszámoló kiállításai tulajdonképpen. Nem évente vannak, vagy 2 évente, hanem amikorra összejön annyi mutatni való. Most hatalmas az anyag, nem is fért be minden a galériába, így az alkotók műhelyében is kiállítottak alkotásokat. Sárközi Erzsébet nagyon büszke növendékeire, mint mondta, többen is művészeti irányba mennek tovább tanulni. Egyik közülük Kókai Laura. 4. voltam, amikor elkezdtem a fiatal alkotók műhelyébe járni, és sokáig nem tudtam, hogy konkrétan hova is szeretnék tovább menni, de mindig a színház volt az, ami érdekelt, ezért döntöttem úgy, hogy a látványtervezés szakot fogom választani. Laura azt az alkotását hozta el a kiállításra, ami a felvételi mappájában is szerepel. Itt egy festményem látható egyébként, ez egy akrilkép, és szintén a felvételi mappában volt benne egy térábrázolás. Természetesen nem csak olyan tanítványok járnak az alkotó műhelybe, akik a pályára készülnek. Vannak olyanok is, akik a művészet terápiás hatása miatt kezdenek el alkotni, mondta a művészeti vezető. Az alkotás, ez a folyamat, ez a rajzolás, festés és kis csoportban, ez magától is tud valamit. Tehát van egy nagyon szép példa erre, az a fiú, aki az anyukája nemrégen megköszönte, hogy milyen jót tettünk a fiával, ha mi nem lettünk volna, akkor a pszichiátrián nézni a plafont, de most a bölcsészkar művészettörténet japán szakán végez. Tehát ő szerinte ezt be lehet tudni a fiatal alkotók műhelyének, ami gyönyörű egyébként. A kiállítás május 25-éig tekinthetik meg az érdeklődők a Ceglédi Galériában.